Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk ez a kis egyszerű sketch játék lesz, ez a sketch individuals. Ez egy böngészősben futó játék, amit ugyebár mint írják is, ugyebár magára erre a 48 órás game show-ra készült. Egyszerű kis aranyos, bűnügyi rajzolóként kell benne részt vennünk, úgyhogy az alapján lehet sok minden. Kitalálni és azonosítani kell magukat a elkövetőket a leírások alapján. A játékkal még nem játszottam, láttam másnál tetszett, ingyenes, ti is ki tudjátok próbálni. Jamandó vagyok, vágjunk is bele. Milyen? Egyébár mindig azt mondom, más nézni és más játszani valamit. Na, már van egy zenénk, nem tudom, hogy copyrightos lesz-e. Kicsit swinges. Ha úgy van, lehet, hogy le fogjuk némítani. Első illetőnk, egy öreg néni, üdvözöl, hello kedvesem. Vagy... Ha? Sajnálom, hogy megzavarlak, de van egy kis gondom. Szegény vagy, akár idős is ilyen téren, nagymama vagyok, és hogy a kézi táskájával elrohantak a délután, a minden igaz. Az a baj, hogy néha érdekes lesz a szöveg számomra, ugyanis túl bonyolultnak gondolnám. Hogy meg tudjuk-e találni azt a illetőt, aki elkövette ezt. Fel is került a kis sketchfüzetünk, akkor meg kell kérdeznünk a fej formáját. Rendben, végül is hát egy öreg nagyi vagyok, az emlékeim nem a legjobbak. Úgy emlékszem, hogy kicsit szögletes volt a álla. Itt vannak a lehetséges választások. Hát ez kicsit tokásabb inkább. Az ilyen nagyon beesett fejű. Ez a másfajta álló. Ez a normál, a hegyes, hát talán te vagy a szögletesebb álló. Meg kell kérdeznünk a bőrszínét, mindenféle rasszizmustól függetlenül. Volt egy hangja, ha jól gondolom, hasonló hangokat használ, mint a That is not my neighbor, azaz, ez nem az én szomszédom játék. Azt is majd folytatni fogjuk valószínűleg, mert jött hozzá story mód állítólag upgrade-ként, nem követem napi szinten nyilván, hogy mostanak mik a frissítései, mások által látom. Oké. Gondolja, hogy tapozhatott volna, de nem látta jól. Hát talán a normál kreólabb, még kreólabb, ő szeretne olyan kategóriább lenni, hát legyen fehér mondjuk. Milyen hajstílusa volt? Hát nagyon illik ez a hanga, ami az kicsit pirul is, nem tudom, hogy ez esetleg azt jelzi, hogy hazudgászik, de úgy gondolom, hogy ők nem hazudnak. Oké. Ó, a haja egy kicsit sokkolós. Idősebb neki. Loop side, inside. Talán fél magas. Gondolom ez lenne. Ha nagyon mellé lövünk, mert jól tudom, hogy 10 esetet kell lerajzolni, azt a végén fog kiderülni, hogy mennyit találtunk el. A hajszíne, aranyfürtök, ugyebár nem tört be, hogy milyen szín vagy, azt itt kell kiválasztani.
Nem. Jó, belejutottunk az első boltba. Ó, ismét mint a fiatal lennék, ha most jött be. Hajszín. Azt mondta, hogy sárga haja volt. Jól értettem, az a napsárga. Bemei. Nagyon vicces ilyen mély hanggal. Téluk rédertired. Dear, fáradtnak tűnt. Think they could done with nice afternoon, de nem tudod délután pihenni. Hát mondjuk talán ő tűnik fáradt szemnek, mert van még ő. Van ilyen avatar szín, van ilyen pontszem, mondhatni kanadai. László buszpark utalás, meg van ilyen nagyon csodálkozó. Jó, olyan fáradt. Lejjebb görgetve itt a kis táblázatban, azt úgy látom nem lehet nagyobb képernyőre kirakni a játékot. Úgyhogy lehet, hogy hamarosan inkább rázomolok, hogy akkor ez töltse ki itt a területet. Akkor úgy néz, jelent meg volt, szemszín. Emlékeztette a Famous Hazelnut Cookies. Ez a mogyoros csoki szín. Ezt befejezzük. Megyek a konyhámba. Oké, biztos. Akkor gondolom mogyoróbarna szín az ő. Van ilyen arany, van zöld, van kék és fekete. Akkor ő akar a mogyoróbarna lenni. Milyen nózia volt vajon? Nem biztos benne, nem volt túl nagy vagy túl kicsi. Vagy túl széles vagy túl vékony. Olyan átlagos nózi volt. Hát van ilyen krumplior. Van ilyen misrefinózi, talán ez a normális, ez a volt már voltos, nincs orruk, ez pedig a nagyon pácika nózi, akkor gondolom ez volt az orra. Ilyen mód szája volt. Én ez a személy... Utasd a megoldásokat, mármint a lehetséges választást. Lenyíl. Jó, akkor csak betört kattingatás, egyszer csak tovább menj. Person spent long proving that it got stuck the way. Ilyesmi szája volt. Jó, elsőre itt próbálkozunk az alap. Nulla angol tudással elszórakozni, kik szavak megértésével, azt meglátjuk. Beszélér her, ugyebár szaká vagy társai. No her to speak on this, why even grandma might have them beat. A elviekben nem volt neki szakálla vagy társai, mert van ilyen hajesszerű. Van ilyen Petőf is, ilyen nagy papó, szerintem akkor nem volt neki. Pephely, Skars, ugyebár hegek. Nem, remélem nem. Gondolja, hogy nem volt neki. Akkor piercing, ugyebár ez alatt érthetjük akár a kőbevalót is. Nem, most én gondolom, regem. Fülébe volt fülbevalója? Jól gondolom. Oké, tetoválása. Igen, akkor ő szerinte semmit nem látott. Ismeretlen vagy furcsa lenne fiatalokon napjainkban. Miért rejtegetik a hát tintát ink a nagyik elől, akkor gondolom volt tetoválása. Ugyebár nagyon divatos, hogy nem arcon van Amerikában a tetoválás, hanem ugyebár lefele, ezáltal úgymond nem látszik annyira. Jó. Akkor elviekben ilyen formavilágú valakinek kéne lennie.
Közben ugyebár itt körbe vannak arcok. Azok alapján nagyon úgy tűnik, mintha inkább valami ilyesmi kategória lenne a szögletes elmek, de szerintem ez a beesett sovány. Na nézzük. Itt vannak a gyanúsítottak. Szögletes hárról van szó, és szőke hajról. Hát tippem alapján ő lenne az, mert eléggé ráhasonlít az, akit leírtak. Az átlagos orr, a fáradt szem, a szőke haj, féloldalasan, őbevaló, a szája azt eltévesztettem, és a tetoválás sem. Igaz, de legyen ő a gyanúsított. Na, őt le is tartóztattuk, jön a következő. Hey, did I got the major problem? Így is írt vagányk a gyerek. Bukós isakkal a kezébe, fiatal srác, rakat fülbe valóval. Van egy kis gondja. Valaki meg lenyúlta a motorját, míg ő kávézott. Most vett új gumikat rá, és egy félig elolvadt gumicsíkot látott az úton, az elfüstölték neki. Jó. Ki akarja deríteni, hogy ki lehetett az most azonnal? Jó, hát akkor ragozd a magyar, itt vannak a kérdéseink. Mondd el, milyen feje volt. Ő kerek fej, de neki ez mindegy. Ez egy kerek fej, gondolom. Milyen bőrszíne volt? Hátulról látta egy pillanatra az ablakból, de az mindegy neki, hát akkor lesz bármilyen színűek. Hajstílus. Ismerem a stílust. És something. Mindegy, kérdezi. Akkor elviekbe elválasztott, akkor sisakat se viselt az illető. Neki van elválasztott haja. Nincs. Neki van elválasztott haja, de inkább női. Neki is, de ilyen legolaszos. Istői, sok hajjal rendelkezik. Hát szerintem akkor ő szeretne lenni, mert hogy Space Something az nem volt annyira tömör. Hajszín. Sisakot viselt. Közele futott, ez sötét volt. A sötétebb haj. Szeme. Láttam, mielőtt én sétáltam. Neki félelmetes szemei voltak. Akkor ő milyen színű volt? Azonos hajú volt. Az a the same color, nem megcsillant. Hát most vagy megcsillant neki ezen, vagy így fekete szeme volt. Milyen óra lehetett? Gondoljon pici nózi. Hát ez ilyen disznó úr inkább. Ez a no have nózi. Na legyen ez. Állja, de hát a sisakban volt, úgy se láttál semmit. Lapos. Üres. Ajka. Egy szája. Volt a szörzete? Nem. Nem lehet motorosnak. Szóval szakálla, mert hogy ugyebár mozog a szélbe, száll a szélbe. Több hely.
érted. Már nem is volt neki, vagy lesz. Mivel az? Jó, piercing. Úgy nézett ki, mint egy pika, de az orkarikára gondol, a ringed up like a bull. Man. Valami tintát látott a nyaka körül, vagy ne tudja, de végre ez. Jó, hát akkor menjünk vissza a bőrszínre. Kével pretty szemel pink. Ugyebár sokkal egyszerűbb olyankor, ha érted is, hogy mit mond, szóval ilyen téren félig meddig az inkább tanulásnak itt jó. Jó, hát nagyon nem szórakozunk akkor vele tovább. Nézzük meg, miket találunk. Hát szint nem találtuk el. A hajat se, illetve ez mind nő. Szerintem. Bár ő elvileg lehet csávet akar lenni. Haj nem stimmelt. A szem az igen. Porkarika. Vicces az, hogy ilyen tetoválást az arcon nem tudunk kiválasztani mi. Viszont van, akkor az orra az ráhajazna, vagy rá. Sötétebb színű szem, ugyanaz a szemszín, ugyanaz a hajsz. Relatív itt a bőr változik. Mi tettünk neki heget, de nincs. Az a baj, hogy ilyen tényleg sztereotíp kategóriákba megy bele. Hát... Őre tippelek. Hello, Mr. Kivújú. Kisgyerek a családomnak, új Hewlett Packard otthoni nyomtatója van múlt hét óta. Nice. Anyám mondta, hogy nem használtam a színes tintákat, mert Inspen Leave-et, ezek drágák. De mindig, mikor a babysitter jön, ő használja az összes zöldet. És ő mindig unalmas öreg embereket nyomtat. Utolsó nyomtat. At least print a dinosaur or something. Ő nyomtatott egy dinoszauruszt vagy valami. Jó, hát akkor mondd el kisrác, hogy milyen feje lehetett. Feje lehet más méretű, én a kedvencem dinoszauruszomat terizdelni a szaurusz. Hatalmas. Hát, hogy neki hatalmas lesz a feje akkor, vagy így. Ez így nagyon. Milyen színe volt? Oké, nem tudom, mert nem használhatok színeket, nem rajzolhatok. Nem adhat hozzá színeket a rajzaihoz. De valamilyen volt. Tessék, akkor itt van egy valamilyen haja. Rendben nem anyámnak, de gondolom így, mint egy nagyinak a haja. Milyen haja van a nagyiknak? Koncs? Egy ilyen mindenfaj. Hát én koncsra tippelnék. Színe. Vörös, mint a lenyém. Talán egy kicsit vörösebb, mint a lenyém. Akkor te vagy a vörös hajú, akkor lehet. Mert neked inkább barna hajad van amúgy, nem vörös. Szemei. Gondolom, neki kell szemüveg. Barátom Liam visel szemüveget. Liam szüleinek től kapott egy PS5-öt. Neked van PS5-öd? Hát, jó kérdés. Szerintem ezzel nem múlik. Igen. Liam szüleitől kapjunk PS5-öt, azt kéred inkább? Milyen színű volt a szeme?
talán, mint a tinta. Hát akkor gondolom fekete. Orra. Ő nem tudja, hogy hogy tudja beledugni a ujjait. Hát akkor gondolom valami kis orra lehetett. A no-have orr. Milyen szája volt? Nézett ki, mint aki extra sütit akar ebédnél. Akkor gondolom valami ilyesmi fej. Konkrétan, amikor a kép beszél, elég ránézni. Takár. Úgy néz ki, mint aki elfelejtette a borotválkozást befejezni. Egyes állapint. Akkor elvijek be ilyen. Viszont akkor a nagy feje az meg akkor inkább ilyen áll. Érdekesség, akkor nézzük meg a finét. Volt egy sebb helye? Fontán, Tyrannosaurus rossz. Akkor gondolom ettől lesz ilyen rossz. Piercing, jííí, mondta. Ergo, nem tud róla tetoválás. Mi az a tetoválás? Arról se tud. Ja, hát van egy ilyen érdekes figuránk. Nézzük meg újra a hajstílust, hogy mit mond. Nem mondta anyunak, de úgy gondolom, nem nagymamás. Vég, mint a nagymamámnak. Ez se. Ja, hát mint mondtam, ezt az első részt megnézzük úgy, hogy nincs. Én erre tippelnék. A elvégben minden adat megvan. Nézzük. Hát leginkább ő hasonlít rá. Szóval... A többi se valami bizalomgerjesztő. De egyiknek sincs olyan szája. Bár fenet ugye lehet, hogy erre a szájra gondol a... plusz süti miatt, bár én ezt raknám oda. Az orra az ráhajasz szerintem. Bár ezek a vékonyak is kifejezik azt, hogy nem tudja a kis srác eldönteni, hogy hogy fér bele az ujja. Viszont ők zöld szeműek. Ez akar a nagyi haj lenni? Hát ez hasonlít arra, hogy poénból szerintem a játék ezt így belecsempész, hogy amit rajzolsz, arra hajadó valaki. De... akkor a fordítását úgy gondolom, mivel neki nincs borotválkozásból megmaradt dolga, neki van. Hogy akkor ő lesz a elkövető, és ez akar a nagy haj lenni. Ja. Nézzük a következőt. Egy szellem. Hát végül is mindennapos dolog ez a dörzsön, jönnek a szellemek és följelentenek embereket. Jó. Sokat mondott, nem mondott semmit. Fejforma. Személy, aki meggyilkolt. Light. Tudnám, mit jelent a light. Gondolom akkor ez akar lenni. Bőrszín. Hogy nézett ki, mint a... Right, hát akkor gondolom fehér volt. Stílus, csodás. Mood hair. Sejmes haj. Nem. Talán ez. Ez inkább fürtös. Mm-hmm.
ez szerintem jó színe, ha már szellem vagy látsz a színeket, haja, oké, okay, hát gondolom akkor ez akar lenni, szemei, szeretetteljes, de teli van apátiával, ez. Tippelünk arra inkább, színe, mint a lócán. A lócán az kék, orra unremarkable, megismételhetetlen. Hát ez is megismételhetetlen, meg ez is. Ez normális, ez viszonyos, ez meg nagy. Hát akkor nem volt orra. Akkor lehet, hogy Voldemort. Nézzük, milyen szája volt. Megismételhetem. Elmondhat. Ez szomorú Voldemort. Bőre mutant unmarad. Sima, hát a gondolom nem volt. Volt esebb helye. Kár, hogy a zené így meg-megáldogál, lehet, hogy alávágok már a zenét, majd kiderül. Nothing about them would catch your off guard. Nem volt neki. Piercing. Ő imádja a piercingeket, de nem volt neki. Oké, okay, tetoválás. Again of the well. For it was I. Hát lehet, hogy volt neki, hogy... mint neki. Most... ja, hát tippem alapján egy ilyen szomorú szemű Voldemort lehetett az elkövető. Forratlan. Hát a szem az egyáltalán nem nyert. Jó. Ez a kettő kiesik szerintem. Ő is a szeme miatt. Egyszer őre hajaznánk. Meg őre. Hát ez nem biztos, hogy sejmes, ha jó. Én rátippelek. Mert amúgy itt csak a szájszín, szájforma változik. Az orra az meg őnek ilyen megismételhetetlen, ez egy normál orr. Ja, hát letartóztatjuk őt. Következő. Na, megjött a farma. Megfejték a tehenem, jó van. A farmer slangbe mondanám, hogy ez asszonyra gondol inkább. Belupakodott a farmomra és megfejte a tehenem. Oké. Okay. Mondd el, milyen feje volt, milyen fejformája. Undertix, Fussy Bird. Erre tippelek, nem tudom, láttam, messzire látta, ismerős haja, de haja sötétebb volt. Jó, ettől... akkor nem volt túl sötét a bőre, mert a haja sötétebb volt. Milyen stílusú haja volt? Ugyan. Közelről... vak megcsillant a ében. Hát akkor gondolom, milyen haja lehetett, ha megcsillant a elvakult a szemébe. Hajszíne, sötét haj, de akkor várjál, abban nincs sötét.
szóval... Hát fene tudja, a sötét haja volt ő szerinte, de megcsillant, szemem belül vakó. Nem figyelek, mondja, sötét haja, azt mondja, hogy megfejte a tehenem. Én nagyon vicces akar lenni. Hát jó, de akkor mindenképp kellett hajának lennie, hiába vakultál meg. Jó, szemei. Nagyon bűnös. Tej. Tehén tejelős. De... Jól láttam ezt. Arcban. De fáradt. Hát akkor lesz ez, milyen színű szeme volt. Távolság sötét. Hasonló színű, mint a haja. Hát erre tippelnék, akkor fekete szem. Vagy B verzió. Barna haj, barna szem. Mert barnább bőr, de sötétebb a haja meg a szeme. Ilyen orra volt. Jól kiszagolhatta. Akkor gondolom nagy orra volt. Nem látta szakáll alatt. Akkor volt szakálla, ezért nem válaszol, mert hiszti. Jó. Volt a sebb helye, nem volt sebb helye, de lesz neki egy, kiüti a tökéletes fogait. Piercings, úgy nézett ki, mint egy tehén. Tessék. Tetoválás nem gondolja, de nem kizárt. Hát jó, ha elviekben megvan a farmertől a csodás leírásunk, mennyire lőttünk mellé. Hát a szín vegyes. Egynek van kicsi haja, a többi kopasz. Jó. Akkor elvileg sötét szem, haj, porkarika, a szakállat eltaláltuk. Hogy lehetett sötét haja, ha nincs haja? Az ilyen sunyibb fej. Az orra rá jellemző, meg volt orkarika neki, nem. Én rátippelnék, mert itt a szem azonos forma, viszont az orr is, és csak a szemszín változott, és a szemszíne olyan volt, mint a szakálla, ergo fekete. De ha meg azt nézzük, hogy azt mondta, hogy hiába, hogy megcsillant a feje, ezáltal elvakult, és nem látta, de ugyanolyan sötét hajja volt, mint a többi, de neki meg nincs orrkarikája. Rátippelek. Következő. Na biztos úr, mint egy kicsit sokat ennél, nem? Olyan fánk, tipikus sztereotíp megoldás. Mondja, délután nagyon veszélyes volt. Koncentrált, összeadonosított erő, igen. Kicsúszott a kezéből. Valakit megpróbált elkapni, hát gondolom bezabizott, aztán nem sikerült. Oké. Kicsit könnyebb álla volt. Vagy ő, vagy ő. Milyen bőrszíne volt? Nem gondolom, hogy úgy nézem, mint ok. Töltött volna a napon. Hát napbarnit adta illetőről beszélgetünk. Hogy erre inkább. Ó, hajstil. Lapos volt a fején. Parted in the middle. Parted az elvileg középen elválasztva lapos haj. Hát jó, közben vörösét, zöld.
fehér szem, pirossal és zöldel, ez bomba, felmazás, hát ez lapos. Fel is lapos, elválasztva két oldalt, ilyen nagyon jó leírásokat adnak. Ez a legjobb. Rátippelek akkor, hova milyen szemszíne volt, fehér, piros és zöld dolgokkal. De a pirost és a zöldet összekeverjük, abból lesz a... Na várjál, a hajára mondod, hogy piros és zöld. Ja, hát ő akar a vörös hajlány, szeme. Félelmetesen nézett ki. Tehát ember, ő megijedt, tehát akkor teszem, kine nem tudja, dolog, kapuszítóktól tartalmazott, tehát, kösz, az a dolog, ez hát ez is szín, orra. A little bull buzz, I think it's really paying attention. Tessék, akkor nagy orrat kapsz, szája. When I'm swimming, but they could talk to heaven. I'm the officer in the safe, tell you your best. Tessék, milyen szájad. Két hosszú. A két oldalán, akkor erre gondolunk. Elég érdekes feje van. Volt-e neki? Nyom-nyom, közben zabál mekkora egy póni. Le a szeménél. Hát akkor elvigyek be ilyen. Majdnem hozzáér a hajához. Touching their hair. Szóval. Piercing. Ja, tudod. Stops. És ő nekik nem volt hupstart loops, az nem volt neki. Tetoválás. Pedig a tetoválás, de I don't know, nem tudom. Nem volt neki. Na nézzük, mennyire találtuk el. Semennyire. Ilyen szem egyáltalán nincs, a haj egyáltalán csak egyszer itt szerepelhet. Az orrot eltaláltuk. Szájat nem. Mindegyiknek van tetoválása, krumpli Kuzmicsunk meg azt mondta, hogy nincs. Érdekes. Én rátippelnék amúgy. Ez inkább könyörgő szem, mint ez. Erre inkább ráfognám, hogy nem van neki szem, és van két oldalt. Fajesza. Még rajtuk nincs. Következő. Ó, megjött egy Madame Miss. Preparation of the incredible wrongdoing. Come to my estables, mert biztos szeretnél valamit nagyon. Valaki vörös kezű, csodás jelét tönkretette, vagy aláírását. Elevate your art experience, but rather elevate your... Aha, a kiírását, hogy elevate your art experience, átírta elevate your art experience. Azon odaírtak egy F betűt, wow! Ez igazságot követel. Hát akkor mondd el, hogy szerinted az elkövető, ha már ennyire nózis vagy. Mi volt? You have like a rock who said no there's he. Just will not move me, I will be free. Szikla álla volt. Hát gondolom akkor őre gondol, mert ez ilyen kis tompa, ez meg ilyen tokás, de... Hát akkor mondjuk ő. Egyébár náluk azt hiszem sztereotíp kategóriában ez a kategória szeretne lenni.
olyan áll. Milyen bőrszíne volt, na? Arany napsütés túl a beach-en, hullám, tényleg, de jól megvizette valami művészeti lélek, vagy művész lélek. Nice, szépen megmagyarázod a dolgokat. Aranybarna, gondolom, mert arany napsütötte a tengerpart, a hullámok lélegzésével, vagy lélegzete, élő lélegzete a szélbe. Ergo akkor tapozott eleget. Mint egy WC-kefe, amit túl sokáig használta. Akkor milyen az a WC-kefe? Milyen színű volt? Vihar előtti ég. Az a vihar előtt szürke az ég, viszont akkor az WC-kefe, ha ez talán. Hát gondolom. The more important, fontos. Ja. Milyen szeme volt? Kérdezzük meg tőle. Unbothered by the atrocities they have committed, but no wind or lashing stronger than me, the art gallery owner. Azaz olyan szeme volt, mint ami volt. Mint a tied. Erősebb, mint az enyém, mint egy galéria művész tulajdonos. Milyen színű volt? A dzsungel, elképzelem, ha madarak zöld szeme volt magyarul. Nózia. Water pooling is way that face was molded from the earth. Molded a molding thing. Olvadásra gondolok. A nózi mózi. Egy a félre kattintunk, abba adja a szövegelést. Jó, milyen álla volt. Hogy lehet ilyen krumpliú fogalmazni? Egy Lucius old enough, mondjuk. Milyen szakál vagy barista? Jó, ha nem van neki. Volt-e neki bármi? Nem illett volna oda. Paskasz. On my voice and glass. Akkor kapsz egy ilyet, mert tippem nincs, minnyi fogsz olyan értelmes fogalmazásod. De egyébként lehet, hogy újra meg újra ugyanazok a lehetőségek vannak. Ugye bár elvileg karakter konszolidációs lap, azt így írjunk egy ilyet. De lehet, hogy a következőre újra ugyanezt fogjuk csinálni, majd meglátjuk. Volt a piercingje. Magnetik, aranyi és pillog. Sosem tudja, hogy hiányzik az ad. Aranyos kövek. Fogondom nem van neki, mert azt mondja, hogy hiányoznak. Tetoválás. Gondolod, hogy bűvész közel áll a bőrén, tisztán. Okap. Most nagy dolog, nézzük mennyire előttünk mellé, nagyon. Szóval akkor ő neki ez a WC-kepe haj. Jó. Neki van szkerje, de nincs tetoválása.
Viszont neki zöld csak a szeme egyedül. Hát az orra az egyiknél se nyert. És a száj se. Jó, rátippelek. Mivel neki zöld egyedül a szeme, like a jungle, gondolom nem a barna a dzsungel szín. Na. Közölte, hogy hello. Tehát ott dolgozom a hát relatív stock market, ugyebár ez a tőzsde, ha jobban tetszik. Valami gond lett, csak kilépett egy pillanatra. Hát elevátor, ugyebár nem elevátor, mert a lift, hanem gondolom lépcsőház lenne. Egy pukkancson egyet. De mire visszajött, minden eredmény és grafikon megfordult, föntről átfordultak a grafikonok, az egész market teljesen felborult, hogy elveszett ettől az eredménytől. Kérlek, segíts meg, ki csinálta ezt. Oké, na hát akkor mondjuk, mondd el, hogy mire gondolsz. Mert keresünk valakit, aki kimentél pukkantani, míg visszajöttél, megfordultak az eredmények, ergo átfordította a grafikonokat. Azáltal a tőzsde beborult. Nagyon izzadsz, mert félsz, viszont keresünk valakit. Hogy láthattál bárkit, ha nem tudod, ki lehet azon gondolkodunk. Nem fedi a kettő egymást logikusan. We do not say go to Olympus after all. Jó, lesz ilyen. Sötét bőr. Rövid és rövid. Rövid felsőt viselt. Ezért látta. Tessék. Instant egyet rátolunk. Explosion from the bomb. Metaphorical dropados. Pockholders. Hát felrobbant az ilyen lesz. Fényesebb az eredményei, szóval szegény 401-et. Gondolom az ez, csodásan fog kinézni. Lelketlen gazember, tessék, ez lesz neked a lelketlen. Szemszín, nem hiszem, ez fontos ez, lesz ez. Orra. Supernózia volt. El ezzel bármit is. Lesz egy supernózi. Kérdezzük róla, hogy mi a tája. They look good to have done it. That's good. Oh, this is this lenne. Hát mondjuk ő, hogy sunyi. Volt ennek a szakálla. Sok volt, de fején úgy gondolom. Nem látta valami jól szemből. Ez lots of, ez meg a no-hem kategória, mert sok volt a haja, de csak a fején, gondolom, hogy a fönt volt haja, itt akkor valószínűleg nem volt. Volt ennek is sebb helye. Csak a farmolást vagy sebb helyet hagyta a 2024 Fiszál reportba ember, akkor nem volt neki. Piercing, nem gondolom, hogy jól láttam az arcát szemből, de határozottan csillogott, glimmer. Hú, volt neki mondjuk ilyenje. Tetoválás. Gondolom. Hm?
beborították a tinták. Hát akkor nézzük, mennyire lőttünk mellé. Nagyon. Lore egyáltalán nem stimmt. A szemsúnyulásból az ott megvan. Viszont... Mit mondott, ami annyira bele? Hát lehet ő is. Tetovált. Fülbevalós. Többszörösen tetovált. És fényes haja volt. Hát rátippelünk, de még ő is második is egy nagy kérdőjel. Na nézzük a következőt. Hello, jelenteném a sofőrt. Akarom mondani, a partnerem elvitte a kicsit. Ja, hogy ti bankrabláson voltatok, Nice. Távolság. Jó, látom. Jó, sokat nem értünk be, második körben jobb lesz, de lehet, hogy az majd egy külön részben lesz, mert szerintem amúgy eléggé hosszan el lehet ebből a játékkal szórakozni, az már majdnem egy óránál tartunk. Most ha ezt megvagdosom, akkor is egy fél óra fölött leszünk, és ez ilyen kis játék címke van. Milyen fejformája volt? Logikus, akár egy... csontvász, parancsolj itt a csontvász fejed. Csodás. Bahama. Itt én fizettem, mindegy. Hát gondolom akkor az beach szín. Ez a normál, ez a fehérebb. És hajstílus. Elég nagy, hogy tartalmazza hazugságokat. Tessék, Finn, megegyezett a Dreaming Marissa lelkével, sötét hajadó. Óvat, kúdaj, széj, a petig, büszkén, cold, uncaring, heartless. Akkor, Fine, zöld vagy barna vagy. Vagy Bran, a kettő együtt, hát zöld, a zöld és barna, barna, akkor te. Borra milyen volt? Körülbelül a mérete beleférjenek az érzéseket. Nesze, nagy orr, vagy ez? Ez? Szája. Gondolom. Tört egy mosolyt, nem gazdag, elég érdekes fejed van, volt a szakállam. Ó, leborotvált mindent, mielőtt kezdődött a rablás. Köszi! Szóval lehet, hogy te is itt maradsz vendégeskedni, nem? Volt-e neki sebb helye? Ő csinál. Valószínűleg új, akkor nem van neki. Piercing, nem. Tetoválás, ja. Így jó, körbe a koponyát, az arcán. Fangs down. Magyarul. Fontos lesz szerintem, hogy jobb oldalán ment a fal. A koponyának. Na ugye bár ez csak egy sketch, hogy körülbelül ki akar lenni. Na de nézzük. Na hát egyik se stimmel a koponya kivitelre. Nózi az adott. Táj se nyert. Szemszín az ő, de akkor ez már sebb helyes. A hajér beleillik. Ez itt zöld, ez itt barna. Kék egyáltalán nem, neki meg nincs. Left, right. Jó, akkor a kígyó tetoválás az mindegyiken adott. A
szemstílust egyáltalán nem sikerült megtalálni, de itt van, csak ott zöld. Neki meg a szín stimmel. Van. A barnát és a zöldet összekeverik, abból nem lesz kék. Csak ő neki hasonlít rá a szemszíne. Mind a négynek me a arca. Te leszel az. Következő. Megjött egy szomszéd. There was someone running my street. Valaki rohangászik az utcámba. Nothing but their birthday suit. Szülinapi ruhában. Most a szülinapi ruha az sok minden le. Vigyázz rám, bukó. Megegyeztünk. Ne ragaszd a magyar totot, angolul. Fire slim for someone, the bufaj say rump. Legyél te. Teorizál, fel kell egy nap, és realizálja, hogy bőrét nem érte a nap. Jó. Pedig more hair than I do. Több haja volt, mint neki. Parancsolj, neki több haja van. Milyen színű volt? Érted, színvak vagyok, minden szürkének látok, mert akkor szürke haj. Viszont ha te színvak vagy, és minden szürkének látsz, a monokromból kiindulva a Grayscale kiadásokba, aminél szürkére vártad a képet, ott a kék a szürke. De az olyan nincs, úgyhogy szürke haj lesz alapból. Szeme nagy volt, úgy gondolom. Nem használtam a szemüvegem akkor. Ő szerintem nagy szeme van. Szemszín, kérdezed egy színvak, akkor szemüveges embertől. Igen, már akkor kék szemei lehettek, ha minden szürke. A többi szint az nagyjából azt hiszem fekete osztályba sorolna inkább. De látom, elég morcos fejet tudsz vágni vele, hatalmas orroddal, meg a nagy száddal, meg a sok hajaddal cserébe. Nem látsz és színvak is meg. Nice. Oké. Okay. A Buddhist Kinect Trip. Fetch the Darner Streaker. Hát akkor gondolom ilyesmi. Nézzük, milyen szája volt. Ő egy kicsit pót, biztos a pótoknak mi az, aki jó lenne. Tessék, akkor ilyen lesz. Volt a szakála. Nem van volt neki. Közben 40 perc alatt megasszont, hogy low battery, jó, hát 1 óra 5 percet, meg fél óra előkészült, másfél óra alatt lemerült. Nice! De meghosszalad bőven elmegy 4 órát. Egy. Na nézzük. Olyan, mintha visszamennénk a 30-as évekbe. De már most a 30-as években milyen volt? Szerintem ilyen? Volt-e neki sebb helye? Belly button was the original scar. Tanulnak a gyerekek ma. Tessék, kapsz egy ilyet. Piercing, remélem. Vagy azt rakod. Egy
hope you mean on the face. New tetoválás. Hol vagyok? Akkor nem van neki. Nézzük. Csodás. Jó, a porkarika az kuka. A kék szem az nyert, neki is van. Neki nagyon sok haja van, én a hajból rátippelek alapból. A szem adott. Akkor a 30-as években ezek szerint a bajusz volt a menő. Ez a kettő között filózok, mert ha nem van neki szája, meg a van neki nagy szája kategória között. De. Na nézd, itt az összes. Letartóztattam 10 embert. 5 inkorrekt. Nincsen, akkor ők nem. Hát ez így nagyon csöcsök, kérem szépen. Ő nem nyert, ő nem nyert, ő nem nyert, ő meg ő. Nincsen, nincsen, de akkor őt eltaláltuk. Őt is. Őt is, őt is, és őt is. Király. És akkor innentől meg is áll a játék. Amit elvileg be Jeffettel újra lehet kérni. Viccem, viccem. Na nézzük fordítgatva. Szia kedvesem, írja az első. Elnézést a zavarásért, úgy tűnik egy kicsit káoszban vagyok. Szegény nagymama elkapta a kilitásket egy repce virág, közben ma délután intézkedett, azaz valaki ellopta a kis táskáját. Ó, nem segített megtalálni azt, aki ezt tette? Na nézzük, fejforma. Nos, ha a nagymama emlékezett, meg jó emlékszem, hogy egy kicsit szögletes állkapcsai voltak. Jó. Hát neki szögletesebb az álla. Meg neki. Inkább hegyes. Jó, milyen bőre volt. Őszintén szóval, drágám, azt hiszem megtehetnénk a napsütésdő, nem is ők voltak a legsápadtabbak, amiket láttam. Az a normál ilyen. Vagy szinte az ő a fehérebb, kevésbé napozott, ő a napsütötte, ő a leégett, ő pedig a nem az. Jó. Rizora egy kicsi sokkoló volt kis öreg számára, tényleg nagyon fel, de hova is lett a másik fele. Jó, akkor az ő, ez a félfejű, hogy ki van, föl van nyírva, ez önnek nagyon sokkoló volt. Oké, ugyanolyan tincsémről volt szó, mint fiatal koromban. Úgy szeretne újra fiatal lenni. Gondolom, akkor te vagy az aranytincsek. Nem. Elég fáradtnak tűntek, drágém. Szerintem egy kellemes délután alvással is megtették volna. Jó, akkor az ő. Szemük a híres magyaros sütire emlékeztet, hogy ilyenkor itt a lenyílés nem megy tovább, akkor belekattintasz, tovább megy.
Ha itt végeztünk, azonnal lemegyek a konyhába és felrúgok a gyerekot, mert olyan kedves segítőkész vagy, és akkor jön tovább ez, úgyhogy ez nem bága, ahogy az elején gondoltam, csak simán van folytatása a szövegnek. Szóval akkor barna szemek. Nózi-mózi. Ha nem volt nagy, nem volt kicsi, átlagos volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, édesem, nem volt sem túl nagy, sem túl kicsi, sem túl vékony, sem túl széles, csak átlagos. Akkor decit átlagos nózi. Oké, ez a személy olyan sokáig ráncolt a homlokát, hogy az arc így megakadt. Közben várom, hogy a fordító észrevegye és írja nekem, amit kell, telefonon. Nekem soha nem hisznek nekem, amikor erre figyelmeztetem őket, de ez igaz. A grimaszolás. Ez lenne a grimasz, vagy ez lenne a grimasz? Ez mosoly inkább. Hát inkább ő. Nem lehet szörszálakról beszélni, azon az arc, meg a nagy is megverhet őket. Nem volt neki. Oké. Hegek, te jó, nem remélem, hogy nem, még egy ilyen gazdabernek is ő, akkor nem volt hege. Piercing. Most, hogy belegondolok, édesem, szerintem a fülüket is kiukaszthatták, semmi más nem jut eszébe ezeket az öregeknek. Fülbevaló. Semmit sem láttam, ami furcsa manapság a fiatalok szemben, még a nagymamának is a fejtett tintája. A tinta az ugyebár maga a tetoválás. Na nézzük, mennyire találtuk el. Semennyire, mint az áll, mert ő állba hasonló lenne, de nem az. Neki van tintája, de nem barna a szeme. Van fülbevalója, félre van nyírva a haja, ugyebár ez az elsődleges, ami alapján lehetne gondolkozni, hogy hova tűnt a fél haja. A fáradt szem, háromra igaz a fáradt szem. Ez a grimaszolós fej, és akkor ez akar a szögletesebb áll lenni. Normál orr, te leszel az. És ugyebár látványosan nincs tetoválása, de hogy még a nagyinak is van cím, szóval rejtett tetkója. Jó. Nézzük a következő motorost. Én nem akarja az igazat. Hé, haver, van egy nagy problémám, mondja. Valaki felemelt az utam, hát a ride az itt a motor cinkem. Egyenesen kiszakította a kávézó tüzetét, ahol voltam, az ellopták a kávézó elől, míg ő bent volt. Most rakták fel új gumikat, és most valószínűleg félig leolvadtak a fő utca gúnyomaira, az új kerekeket rakott föl, és a fél utcát végig drifterték vele. Kellemetlen. Ki kell derítenünk most. Na mondd el. Azt hiszem kicsit kerekek voltak, de nem úgy, mint a duci, tudod? Hát akkor ez a duci. Ez meg a hegyes álló, hát akkor lesz ilyen állad. Bőrszín. Szerintem szép barnák voltak, csak egy másodperccel láttam őket hátulról az ablakon át. Oké, akkor barna bőrű. Nem ismerem a stílus helyezőn. Érte valamit számít? Jó, hát akkor a hajfigura. Ilyen sem egyszerű, szóval tény.
Tehát, hogy megáll a Daniel, de egy kicsit szomorú. Jó szín. Azt hittem, hogy bukós, és akkor semmi közem nem futottam. Sötét volt. Tessék, sötét haj. Remek. Ha láttam volna őket, miért beléptek, soha nem hagytam volna ott a potromat. Nekik volt a legelvetemültebb szemük. Tanuljunk meg óvast. Nesze elvetemült szemek. Elárulják, hogy a szemük ugyanolyan színű lesz, mint amikor befejezem az arcokat a járdába döngölni. Akkor... sötét. Rózi. Utam makacs kis izé. Mondjuk. Szája. Úgy tűnik, nem is törönek vele, csak üres lapos, nem tud, mint élveztek volna, hogy ilyesmi lapos száj. Akkor hajstílus, mármint a takár. Személyesetes a kamera motorokat leborotválják, hogy gyorsabban figyeljenek a félben nézd utána. Nem van neki. De azt motoros, de ő neki, aki ellopta, nem feltétlen motoros, csak talváj. Vagy éppen vajtól. Akkor ne fordíts el. Milyen kopasz arcok voltak, mint ezek után a gumiaim lesznek. Akkor... A baltfész akkor inkább ilyen terület, nem kopasz arc lehet, hanem sima bőrű, az a borotvált. Oké, becsengettek, mint egy ember, de a becsengettek helyett itt ez a ringed up, az az gyűrűs volt. Egy pika. Tetoválás. Egy kis tintet kaptam a nyakukra, vagy talán garbó volt, nem tudom. Passz, hogy van-e tértó, vagy nincs, cím szóval, mert lehetett nyaka, lehetett más. Na nézzük, a haj egyáltalán nem sikerült eltalálni. Torkarika adott. Hunyi szem adott. Fekete szem egyáltalán nem adott. Viszont... sötét haj. Ez meg világos. A kis béna nózi, az meg ő. Rátippelek. Mivel... vagy nem. Inkább rá, mert neki sötétebb a bőre. Mindegyiknek van egy kis arcpírje, szóval adott. Következő itt a kis srác. Jó uram, a csarban múltan kapott egy új HP-o fidget nyomtató. Anyám azt mondja, hogy nem tudom használni a színes tintát, mert olcsó. Szerintem fordítva. Valányszor átjön a babysitterre, minden zöldet felhasznál. Mindig unalmas öregeket nyomtatnak rájuk, legalábbis nyomtassak ki egy dinoszaurusz vagy ilyesmi. Azon gondolkodok, hogy zöldet nyomtatnak öregekkel, akkor pénzt nyomtatnak? Mert azok az öregek,
unalmas öregeket. Ilyen különböző alakok lehetnek, a kedvenc dinoszaurusz, a pterodaktilosaurusz óriási karmai vannak. Jó, hát a fej normál. Mondod te, akinek amúgy kerek feje van kis állal, szóval inkább majd ilyen leszel öregnek. Nem engedek, hogy rajzoljak hozzá, de olyan sokan voltak. Hát... majdnem mondtam erre valamit, bőrszint mesze. Hogy lehet a bőrszínre olyat választani, hogy nem engedik, hogy hozzáadjak oda színezzek, de sokan volt. Nem mondom anyámnak, de szerintem ez egy paróka, mint a nagymamám paróka, de azt mondta, hogy ezt nem mondja meg senkinek. Jó, hát akkor te vagy a paróka. Illetve ez is paróka, de az most mindegy. Nem olyan piros, mint az enyém, mert olyan talán pirosabb, mint jó lett, mondtad. Vörös vagy nem vörös. Szerintem szemüveg kell nekik. Liam barátom szemüveges, Liam szülei szereztek neki egy PS5-öt. Van PS5-öt? Tessék, akkor szemüveg. Hát most vagy ez a nagy haj, vagy így mint paróka. Én erre tippelek. Az nem, Na, szemszín. Talán ő ömlött beléjük a tintát. A tinta alapból kék. De egyébként ennek a szemnek meg nincs színe. Bármilyen szemszint választok, az neki nincs. De lenné még a szemüveges esetleg? Nem is tudom, hogyan tudja oda bevinni az ujjait. Csak oda az, hogy vékony. Úgy nézett ki, mint aki megúszta azzal az extra sütke csempészett az ebédbe. Ez a sunyi. Mert a vigyori az az nem volt. Volt ennek egy hajra, mintha elfelejtettek volna befejezni a borotválkozást, egyes állal rögtön kilógott. Viszont akkor ezt kell neki, és elmondja újra, hogy az áll a hegyes. Jó. Szerintem ő a szemüveges. Jó, volt-e neki kepp helye? Azt hiszem megnyert egy bámulási versenyt egy Tyrannosaurus-szal, és a Tyrannosaurus megőrült, azaz lecsapott neki egy farkas szemnézet után. Hát az a baj, ha itt mondja nekünk a szemszint, az meg nincsen ebben. Jó. Piercing, az pedig nincs. Tetoválás, mi az a tetoválás? Jó, attól, hogy te nem tudod, mi az a tetoválás, attól még krumpli főzelék vagy. De ezek alapján ez ilyesmi. Na nézd. Hát... ő. Van sebb helye, orra, minden. Hát ezt is simán rátolnám, de fejüt. De ennek miért kell szemüveg akkor? A lényeg az, két oldal neki nincs, pedig ez nagyon hasonlít mindenre. Nézzük a következő dacit szellem. Hát ezt mind lefordítjuk, három darab pont. Na nézzük. Személyki meggyilkolt, enyhe volt. Tessék, akkor te vagy az enyhe, nem sok minden van rajtad.
Úgy néz ki, mintha megijedtek volna fehérből. Gyönyörűen sima haja volt. Te vagy a sima hajú. Hajszín. Hajuk is világos volt, parancsolj. Szemük kedves volt, de csupa apátia. Tessék. A szín olyan volt, mint a tenger, akkor kék. Az orruk figyelemre méltó. Külön fordítsuk le ezt a szót, hogy a remarkable, mert szerintem megismételhetetlen akar lenni. Unremarkable, figyelemre méltó. Szóval unremarkable, az figyelemre méltó. Hát, nesze neked anglis nyelv. Szálla is, fajta is figyelemre méltók. Hér skin va smuten un mared. Sima is hibátlan volt a bőre. Semmi sem kapna rájuk, ami váratlanul elkapna, vagy róluk, akkor... Piercing. Imádták. Piercinget, de önmagukat nem. Imádták a... Megkéselték, de önmagukat nem, Edgón nem lyukaszgatták magukat. Imádgattak lyukaszgatni, úgyhogy... Nice. És akkor... Hát én voltam, az most elmélyül a tetoválás. Azt gondolom rá volt tetoválva. Jó, hát ami nagy kérdőjel, hát a szeme teli apátiával. Hát az is az. Boring, talán ez. Egyébként ő nagyon hasonlít őre. Jó, hát legyen így. Na hát a szem már nem nyert, úgyhogy ez az apátiás szem az a formál. Viszont a szája se. Tetoválás egyáltalán nem a hajas tím kivéve nála. Az orr ugyanaz mindnek, a kék ad adott. Hát te leszel azt szerintem, csontos állú. Amúgy erre aztán kívül nincs más. Megfejte a tehenemet, mondja. Felhasználta a tanyámhoz és megfejte a tehenemet. Följött a tanyámhoz és megfejte a tehenemet. Meg tudtam kivenni ezt a sűrű bozontos szakállát. Akkor volt szakálla. Őre. Nem tudom, a helyzetből láttam őket hasonló hajához, de a haja sötétebb volt. Nem túl sötét bőrű. Bár neki is lehet fekete haja, szóval hajstílus.
Honnan kell tudom, majdnem megvakultam ott a csillogástól a szememben. Nem van neki, azért van ott szép, hogy polírozott. Fejformulát normál. Nem látszik a takától egyik se. Bármelyiket is rajzolnám. Hajszín. Nem figyel, sötét-sötét hajú volt. Mondom, megfejte a tehenemet. Még te lehetnél, de... Szerintem így. Bár a szőrszín is számít, az a csillogó fejre sötét szakál. Szemek. Tényleg bűnös egy tehénytej miatt. De jobbnak látok egy homlokzaton keresztül. Jó. Én. Távol voltam, sötét azonos olyan színű, mint a haja. Sé. Arról volt szó, nem te vagy a szín. Várjál. Valószínűleg jó szarvas marhák kiszagolására. Nagy arra volt. Ez. Ez. Annyira nem. Jó. Nem láttam a szakálla mögött. Oké. Nincs heg, de adok neki egyet, kiütöm az egyik tökéletes fogát. Ha láttad a fogát, akkor nyitva van a pofája. Pálya, arca, bármi. Nincs hege. Érszín. Tehénként nézett ki, és így a írásom a fordító kameráján át, így elindul magától fölfele erre a szó. Nice. Persze, bullozzunk. Tetoválás. Nem hiszem, de nem vagyok benne biztos. Hol nem van. Na nézzük. Na hát ez már egy kicsit hasonlóbb. Viszont vagy a sunyi kategóriák. Sötét szem. Ők nem. Ha neki van haja. Szemszínű különböző. Arról volt olyan színű, mint a szakála. A szakála fekete, szóval az ez. De neki meg sunyibb a kinézete. Úgy néz ki, mint a tehén. De kérdés, hogy a sötét az neki ugyanaz, mint ez. Jó? Jó. Azért megpróbáltam elfogni azt az egyén, de rendkívül veszélyesek voltak, mondja Csámcsok varág. Kényszer erejű páratlan volt. Kikerültek a kezemből Csámcsok varág. Szóval erősebbek voltak, mint te. Milyen feje volt, mondja. Kibírnak néhány elkapott edzés, kicsit világos. Nem hiszem, hogy tudnék kinézni, meg akkor sem, ha sokkal több időt töltök a napon. Ha nagyon sötét bőrre gondol.
Elég lapos volt a fejükön, középen hordva. Tessék. A hajszín fehér, piros és zöld fröccsökkel. Fröccsök alatt a frufrut érti, hogy mi az. A világos haj. Ijesztő kinézetű emberek voltak ezek a dolgok, majdnem elrontották a létvágyam csámcsogorák, de folyamatosan eszel bástya. Ijesztő szem. Nem tudom, hogy ezek a dolgok egyáltalán képesek voltak színezni. Sötét szem. Lil hagymás, azt hiszem nem igazán figyeltem. Korcs cseszik. Itt ez a bulbusz a kérdés, mert még oké, hogy nem figyelt, de mit nem figyelt? Bulbusz hagymás. Hagymás orr. Milyen az a hagymás orr, de tényleg? Ez talán? Tehát, hogy igénytelenek tűn, de még egy üres tisztetős átokon legnagyobb a kenőpén megszerzésére. Vagyis te azért voltál kenőpénz, mert ezt pánkot zabáltattál feled, lebuktál. Ja, furcsa volt, két hosszú darab mindkét oldalon adott. Jó, sebb hely, megint zabál. Igen, csámcsuk varág, csúnya heg a szemén, csertint hegye szinte hozzért a hajukhoz. Adott. Piercing. Ismersz engem, ismerem a hurkáimat és a karikáimat, és nem volt bennük sem karika, sem hurka. Akkor egyik se. Tetoválás. Nem hiszem, hogy elég idősek lennének a tetováláshoz, de nem tudom. Te? Akkor a no have. Continue. Na hát akkor a bőrszín nem stimmel. A haj se stimmel. Szem se stimmel. Tetkó alatt. Azaz mindegyik tetoválásos lett. A hegas szemén adott. Lehet, hogy a fordító fordított rosszul és fordított színek kellenének. Konkrétan ő. Ő kiesett. Őre tippelek, mert van két oldal pofa szakálla. Tetkója van, de hogy azt ő nem tudja, mert csámcsong. Ott van kerje. Jellegtelen sima szájad mindegyikre adott. Ez neki az evér szemek. Jó. Kinek mi? Ő lesz a megoldásunk. Most jön a minden rímben beszélő. Veszenek egy mobilkészülék.
jobb. Na nézzük. Büntetés, kérek a létesítményem elkövetett hihetetlen jogsértésért, mondja. Elkaptam valakit, aki megrontott egy gyönyörű feliratomat. Elkaptad vagy láttad, nem mindegy, azt tetten érted, azt elrohant. Hát nem azt mondja, hogy emelt fel a művészet élményét, hanem inkább emelt fel a elnézést. Art élményét fordítja a Google Translate, kamerás fordít a Google Lens-en keresztül, mert nem meri kiírni azt, hogy ping. Na de mindegy. Igazságot követelek, mondja, és ugrál a kép ilyenkor föl le, így leugrál a kép. Na nézzük akkor, milyen volt. Fordítsunk butaságot. Elkapocs, mint egy szitla, aki nemet mondott a tengernek, nem fogsz megmozdulni, szabad leszel. Leszel sziklás áll. Őrszín. Arra, hogy naplemet a tengerparton, hogy hullámok életet lehelnek a bánatodba. Mert te vagy egy kicsit bánatos már, hogy belefingottak a művészetedbe. Jó, WC-kefe túl sok egy használt, azt hiszem mindannyian olyanok vagyok, mint egy WC-kefe mélyen. Te vagy már egy WC-kefe? Ez vagy ez, vagy ez. Talán ő. Hajszín. A Tomás ennyit. Mint a légvihar előtt, mely váratlan eseményeket hoz majd városunkba, de a mai még fontosabb a szívünknek. Ez azt jelenti, hogy sötét szürkés. Temére azt mondja, hogy nem fordít. Nem zavarják az általunk elkövetett atrocitások, de nincs szél vagy szempilla erősebb. Nálam művészeti galéria tulajdonos. Azaz nincs ekkora szemtövé, de szeme van. Az normál. Szemszín. Körül dzsungel, képzeld el, akarja madarak és állt a csiripelés és a viaszos levelekből visszaverődő napot. A levél a zöld, a dzsungel a zöld, tagad zöld szem. Mintha nem zavarta volna a súlyát húzni, amikor akkor a földből formálták, mondja az orra. Lesz normál orrú. Rendkívül damatos, furcsa módon, mint a csöpögő lémely lecsordul az állad, amikor beleharapsz a legérettebb mangóba. Hát ez a dúsajkú. Tisztára bolart várkort az arca. Jöjjétől a fickottól a gáz nem fog összeférni, mert szívesebben engednék tömeges gázt a falim üvegeimre. Hát akkor nem tudjuk, hogy van-e neki, kap egy ilyet. Piercing. Áldottam meg az arany ékszerű csábító mágneseség, és olyan fogják megtudni, mi hiányzik nekik. Azt mondja, hogy nincs piercingje, se fülbevalója. Tetoválása. Gondolt, hogy ez a kreten a bőrük közelében engedem művészetet, nyilván semmit sem tanultál tőlem. Jó. Akkor nézd. A szín már nem stimmel. Tájra ő. Zöld szemre ő,
tetoválással. Az orrod a hagyjuk kategória. Ha a szájat és a szemszint nézzük, meg a WC-kefe hajat, ami mindegyikre igaz, amúgy csak a jobb oldalira hajad az, akit ki én rajzoltam. Szállad mindenhol ugyanaz. Legyél te a bűnös. Csak ezt van, szóval olyan nincs, hogy fear free, mert a többi az szabadon van engedve. Megjött a Szia Hello. Látod a törzsdén rögöm, és néhány dolog elromlott. Egy pillanatra léptem arrébb, hogy fokozom a fingás élményemet, de akkor visszajöttem. De legalább most már lemert írni a Google. Minden diagramunkat és grafikonok feje lefelé fordították. A tőzsdén a következtében teljesen összeomlott, zavarban vagyunk. Kérem, segítsen megtenni, kitett el, csak akkor pöntöttem őket, amikor fogytak, azaz elmentek, azaz valakit látott elrohanni. Nem vettem észre semmi szokatlan, végül is csak egy pillantást vetettem észre. Jó, akkor normál fejforma. Sötétebb bőrük ott van, amikor rövid új inget viseltek. Hát ezt simán ráfogják a CG-re, hogy ő volt benne, hát végül is benne lehettünk CG-vel. Úgy nézett, mint egy bomba robbanás, amely metafog részvényesekre ejtettek. Tessék, Big Boom. Sokkal szebb volt, mint aminek a pénzügyi jövőm kezd kínulni. Jaj, nekem szegény 401k. Világos haj, nesze neked kefe frizura. Lelketlen tekintetű lyukat fúrtak. Lelketlen tekintetük lyukat fúrt a lelkembe és pénzbeli jólétembe. Ez neked lelketlen szemek. Nem is tudom, egyébként számít, mondja. Ez neked normál nózi. Főleg, hogy a... Énre kérdeztünk rá, úgyhogy normál. Nózi forma. Or, igen, nagyon kíváncsiak voltak, egyáltalán mit csinált oda bent. Szimatoló nózi, azt tessék, elszimatolja magát. Lehet, hogy lehet korábbra visszamennünk majd, ahogy elszólja magát valamibe. A szája büszkének tűnt, hogy megtették, ennyit tudtam mondani. Ebből. Rok volt a haj, de szerintem csak a fején megint nem volt túl jó kilátásom előről, hát akkor nem van neki haja. Ha csak nem oldalt van neki haja, bár akkor ott mondaná az állát. Csak a sepélye, mint a 2024-es költségvetési jelentésben hagyottó ember, akkor nincsen neki. Erről nem láttam, előről nem láttam legjobban az arcokat, de határozatlan láttam egy csillogást. Tessék, az is csillog a főbe való. Szerintem igen, most azt hiszem megbotlottak a nyomtatóimba, szóval lehet, hogy csak kiemlött a pinta. Tessék, tetoválást adunk neki. Nézzük, mennyire mentünk mellé. Nagyon. Szemből csak egy stimmel. A szürke egyébként világosabb, mint a fehér, de szerintem itt a második lesz a nyerő. Mert jellegtelen fejforma, bár az mindegyikre adott, sötétebb bőr, nagy haj, a kettő ugyanaz.
Bár itt sok a tetoválás és a csillogás. Egy címszóval kiömlött a tinta a nyomtató bolyócskán nagyon varva. Még itt meg a normálok vannak. Tudom, akkor ez akarja jelenni azt, hogy itt több a tetkó. Hát arcon is van, neki nincs. Sok hajad adott meg a sunyi szem. A CGO megváltoztam, mit nem mondjak. Mert a száj, ami egyedül ilyen téren meg oda jön, ez a megtettem kategóriát, meg a fej. Na mindegy. Akkor az utolsó előtti azt hiszem. Hello, szeretnék jelenteni, hogy menekülő sofőrt kielhagytott, mert én már mint társunk beszálltam az autóba. Ezt persze messziről vettem észre, mint egy ártatlan szemlélő az, hogy elhajtott a bankotosok detteik, hihetetlen durvának tűntek, ezért kérjük, jegyezze fel tettest. Jó, mondd el a fejformáját. Fejforma nem hiszem, hogy képes lenni bármiféle logikát tudna látni a vastag koponyán keresztül. Gondolom, ha személyesen ismernem őket. El is ilyen akkor bamba fej, meg el is ilyen koponya, inkább ő. Bőrszín. Gyönyörűen barna, mint ha most jöttek volna vissza a Bahamákra, amit fizettem. Na mindegy. Tessék, ő a lebarnult. Természetesen nagy az elbírja a hazugság, megtartsa a hazugságokat, mondja a haja. Ez elég nagy haj. Megegyezik a lelkébe lángoló rossz indulattal, sötét hajszín. Itt is mondhatnék fásult, hamisítatlan, hideg, nem törődő, szívtelen. Zöld vagy barna vagy brown, zöldes barna. Talán akkor, mint a benne rejlő empátia, nagy orr. Bár ha van benne empátia, pont ez az, hogy nincs, inkább a vékony orr. Elmasítottak, hogy gazdag a varázsért, de nem, a morcos marad mindent el kell viselnie. Egyébként csak mi volt a kérdés, mondja ő. Nem mosolyogtak. Leborotváltak az egészséget a romlás tablás előtt. Igen, akkor valószínűleg új. Nincs. Tetoválás. Kígyós egy koponya köré csavarodott, jobbra néz, kihúzott agyaraival. Honnan tudod? Én nézett ki lentről blokk egyébként, az egy fasságot fordít most, tehát van úgy is, én nézett ki a blokkról. Na, talán már ki. Vagy amúgy is így nézett ki a háztömbből, nice. Szerintem a haj valamiért nem stimmt kategória, mert... Mindegy, nézzük meg, mit találtunk. Hmm.
Telketlen, sebb helyes a dő, sebb hely nélkül. Ez nem lebarnult kategória. Jó, hát rátippelek. Ó, itt is van a Finvak Chávez. Volt valaki fut az utcánba, semmi másba, csak szülőnytös öltözetükbe. Akkor pucéran. Én arra tippelek. Vigyázzen, Bakvali, stalkerrel van dolgunk. De mondd el a fejformáját, olyan vagy, mint te. Meglehetősen karcsú és egy ravatalat mondanám, rum, messze karcsú fej. Feltételezem, hogy egy napon felébredtek és rájöttek, hogy egyetlen uncia bőrük sem látott még napot. Tessék. Nekik több hajuk volt, mint nekem. Parancsolj. Akkor megint nem fordítasz, ilyenkor félre kell állítani a telefont. Ahogy mersz, egy színvak vagyok, nem elég szűkének tűnik minden. Parancsolj! Szemek hatalmasak voltak, azt hiszem akkor még nem volt rajtam a szemüvegem. Nem mintha most rajtad lenne a szemüveged. Színvak szemüveg nélkül fogsz megkérdezni? Igen. Ehhez gratulálok. Még nem tűntett teljesen a látásom, volt ott valami szín, kék, talán zöld, lila, parancsolj, Finvak fejű, testvér, King, műanyag bástya, jó állampolgár létedre, bejöttél a semmit megtenni. Öröcska, ha tovább creepről vagy elkapod a rohadt stalkert. Igen. Parancsolj. Ja, hogy kivés választhatom, meg is kérdezhetem csak. Jó, szóval leírás alapján nem kötelező. Volt egy kis duzugás, semmi sem mutatja, hogy van, hogy kellett panaszkodni. Most elég furcsán nézett ki, visszavitt a 30-as évek szép napjaiba. Te vagy már szép. Készletből már csak a ruhák hiánya. Az a pucér volt. Tessék, nesze neked Petőfi. Körök volt az eredeti hely, mit tanítanak manapság a gyerekeknek az iskolában. Akkor nem van heged. Remélt arcra gondolsz, nem vettem észre. Hol vagyok? Kérdezi. Na nézzük. Te egy-egybe ráillett. Konkrétan őt rajzoltuk le. Nem egészen. A száj és a orr. Ez a jellegtelen orr. Jó, rátippelek, mert bár a orra az nem stimmt. Hát stimmt. De nincs bajsza. 30-as évek bajsza az meg ő. De nem tudjuk milyen színű ez adott. Hozzá egy szám. Az a baj, hogy az orr őre, a száj meg őre hajaz. De ő kopasz, úgyhogy ő. Na nézzük, hányat találtunk el.
10 ember lezárva. Megint 5 nem jó. Azaz nem 5 kellett volna elkapni. Vagyis ez a Sketchwatch itch.io-s rész, a Sketch Individuals ingyenes. Ugyebár megtaláltam minden meg leírásokról, hogy ki mit kommentált. Úgyhogy ez csak böngészős kiadás, nem lett belőle applikáció. Úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!